Sziasztok! Elég erős a szél. Sziasztok! Na kit rejt a legújabb Forbes Next? Engem rejt! Szerintem ezt folytatom valahol máshol. Akkor viszont inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy kivel van interjú a Forbes Next-ben. Hát ott van például Hertlen Karcsi, vagy az élménybiológiás Jós Andi, az állatorvos Simonovszki Zoltán, és konkrétan ugyanezelőtt a háttér előtt lefényképezve én. Viszont erről a címről van egy történetem. Az eredeti cím ugyanis az lett volna, hogy YouTuber, aki nem hisz a YouTube jövőjében. Megmagyarázom. Maga az interjú egy nagyon jó hangulatú, körülbelül egy órás beszélgetés volt, ahol valóban megjegyeztem egy zárójel erejéig, hogy előbb-utóbb bizony lehet, hogy a YouTube is megy a levesbe. Itt elsősorban arra céloztam, hogy különböző demográfiai csoportok körében hogyan változnak vagy változhatnak a jövőben a tartalomfogyasztási szokások. Így valószínűleg idővel a YouTube pozíciója is áthelyeződhet. Egyébként is a munkám során a tartalmat és nem a platformot tartom elsődlegesnek, tehát elsősorban ismeretterjesztő tartalmakat szeretnék csinálni, és ehhez választom meg a megfelelő felületet. Szóval az eredeti cím tényleg tök jó volt, meg figyelemfelkeltő, meg minden, de mégis azt kértem, hogy ezt változtassuk meg, ugyanis az egész beszélgetésnek ez csak egy ennyike részét tette ki. Ugyanakkor maga a kérdés rendkívül izgalmas. Vajon hogyan érhet véget a YouTube a mai formájában? Erről nagyon sok emberrel beszélgettem már, volt, aki kapásból visszakérdezett, hogy már miért érne véget egyáltalán, még másokkal hosszú gondolatkísérletbe kezdtünk. Most ebbe a videóba beválogatok 5 szenáriót, aztán persze kíváncsi vagyok a ti véleményeitekre is. Lássuk! Kezdjük a legvalószínűtlenebbel. Ha becsapódik a Földbe egy iszonyatosan nagy aszteroida és kihal az emberiség, akkor nem lesz, aki videót készítsen, nem lesz, aki videót nézzen, és nem lesz, aki felületet biztosítson ez az egészhez. Azt hiszem, ez a legegyszerűbb schlusspass. Ennél egy fokkal reálisabb lehet mondjuk a világ gazdaságilag hangsúlyosabb területeinek jelentős részét érintő, esetleges pusztító világháború. Ha sok helyen fizikailag is összeomlik az infrastruktúra és megcsapan a gazdaság teljesítménye, stb., az bizony a YouTube-ra is kihathat majd. Nem mondom, hogy feltétlenül megszűnik, de a jelenlegi modellt nem valószínű, hogy fogja tudni tartani. Megjelenik majd egy új disruptív kommunikációs technológia, ami alapjaiban rendezi majd át azt, amit nem csak hogy a YouTube-ról vagy a közösségi médiáról, hanem úgy általában az internetről gondolunk. Ez a technológia pedig nem lesz más, mint a... Jó, nyilván nem tudom, de... 250 éve még nem voltak napilapok. 150 éve még nem volt rádió. 100 éve nem volt még televízió. 50 éve még fogalmunk sem volt arról, hogy mi az az e-mail. 25 éve az internet még sehol nem volt attól, ahogy ma ismerjük. 15 éve még nem volt a mai értelemben vett közösségi média sem. Sem YouTube, sem Facebook. Sem semmi. 10 éve még nem voltak olyan kifejezetten mobilos kommunikációs felületek, mint például az Instagram, WhatsApp vagy a Snapchat. Szóval valami lesz, de hogy mikor, mi és milyen mértékben fogja befolyásolni a kommunikációs igényeink kiszolgálásának a módját, arról max találgatni tudok, de inkább menjünk tovább. A Google maga dönt úgy, hogy változtat a YouTube-on, mondjuk eladja és az új tulaj integrálja a saját rendszerébe, vagy a Google fejleszt valamit, vagy vesz valamit és azt integrálja a YouTube-ba. A lényeg, hogy az eredmény valami egészen más dolog lesz, mint amit ma megszokhattunk. De rengeteg piaci vagy egyéb oka is lehet annak, hogy bár külső nyomásra, de a Google belső elhatározásból úgy dönt, hogy teljesen átalakítja a YouTube-ot. Sok tényező együttállása vezet majd a drasztikus változáshoz. Mondjuk a közösségi felületek, jelen példánkban ugye a Google adatgyűjtésétől való indokolt, vagy éppen túlzott rettegés, össztársadalmi szintre lép majd, a nagy cégek pedig renoméjukat féltve visszavonják a hirdetéseiket ezekről a platformokról, és esetleg ez az egész egybeesik majd politikai eszmék előretörésével, vagy civil kezdeményezésekkel. Stb. Ezt most biztos, hogy nem tudom két mondatban kifejteni, de azt hiszem érzékeltetésnek elég is volt ez a példa. Szóval ez most 5 kisebb-nagyobb realitású lehetőség volt, és akkor még nem is vettem elő a kedvenc eszmefuttatásomat arról, hogy hogyan érhet véget a mai tudományra és technikára épülő civilizációnk egyetlen szempillantás alatt. És most kíváncsi vagyok a ti véleményeitekre is. Mindig olvasom a kommenteket, úgyhogy nagyon várom, hogy mit fogtok hozzáfűzni ehhez a videóhoz odalent. Ha másokat is bevonnátok egy közös gondolkodásba, akkor nyugodtan osszátok meg velük ezt a videót, ha pedig gondoljátok, akkor iratkozzatok fel a csatornára és kapcsoljátok be az értesítést is, és akkor egész biztos, hogy nem fogtok lemaradni majd a következő tartalmakról sem, mert hogy lesznek még videók, hiszen alapvetően hiszek a YouTube jövőjében,
bár azt is szem előtt tartom, hogy tényleg minden változik, és semmi nem tart örökké. Sziasztok, boldog új évet!